Akkor a második téma. Oké. Okay. Amivel igazából volt szó az előzőben is, de akkor, ha konkrétan erről akarunk beszélni, hogy szimbólumok. Én ide írtam, hogy naposzlop például, én erről nem régóta tudok, hogy ez is egy okkult szimbólum. Uh -huh. Ugye a piramis, az, az volt volt egyfajta sejtésem. Rejtett utalások. Zenék. Én láttam a két tippár videódat, nagyon durva. Ja, van egy pár amúgy. Mind a kettőt, a kettőt láttam belőle, az egyik uh -huh. az, a, az az egyiptom is, a másik meg, igen, a másik meg, meg, a, igen, a a másik meg az az ufós, az, az, Aha, az robotos, robotos, robotos. Hogy nem csak a filmekben mondják el ezeket a dolgokat, hanem videókban is, és szerintem videókban sokkal jobban kivehető, hogy hogyan kell ezeket értelmezni. Mert ott látunk képet is, hogy énekelnek róla, beszélnek róla, ilyen hátsó szándék, vagy hogyan kéne ezt kifejezni. Tehát ez a hát ilyen rejtett, hogy minthogyha valami értelmetlen dologról beszélne, Aha. de közben meg nagyon is van értelme. Természetesen, hát a zene az, az az egyik legnagyobb fegyver talán a kezükben. A zene az egy fenomenális eszköz, különösen mondjuk ha összetársul szöveggel, de szerintem még jobban hogyha összetársul szöveggel és képpel, úgyhogy úgy, mint egy musical, vagy egy videoklip, vagy egy, zen egy zenés ami mondjuk egy film, de musical jellegű, vagy egy rajzfilm, vagy egy, a gyerek, nem véletlen, hogy a gyerek rajzfilmekben mindig vannak azok a jelenetek időről időre, ahol énekelnek a főhősök. A, mindenkinek úgy kellene néznie a szórakoztatóipart, hogy az száz százalékban propaganda. Minden eleme, minden egyes, akármi, akár kit lát a tévében, az mind része a propagandára, különben nem lenne ott. Oké? Okay? Az én csatornámon nem, nincs olyan dolog, amivel én nem értek egyet. Az ő csatornájukon meg nincs olyan dolog, ami nem az ő céljaikat viszi előre. Soha senkinek nem lenne szabad úgy nézni egy videoklippet, hogy az ártalmatlan szórakozás. Nincsen ártalmatlan szórakozás. A videójáték, a zene, zene videók, filmek, műzikelek, a színház, mind-mind ennek a része. Ez csak is kizárólag az célt szolgálja, hogy az üzenetet eljuttassa a megfelelő célközönségnek az elmébe Ez, ez ennyi. Egyébként megnézel egy ilyen népszerűbb videoklipet, mint például most Lédigagát tudom felhozni. Lédigagának van a Júdás című száma. Nagyon megfogott, tehát az, az, már szinte nyíltan kimond mindent, amit gondol őről. Ugye tudni lehet, hogy sátánista, tehát ő nyíltan vallja is, hogy az Igen. lédigaga, De, de arra akarok kiukadni, hogy megnézze például egy ilyen videoklipet, vagy egy filmet, megnézed, hogy ki rendezte, rákeresel, és általában kiadja azt, hogy ő szabadköműves. Persze. És hogy ez például abszolút véletlen biztosan, hogy mindenki az. Olyan. Holnaptól én is rájövök, hogy szeretnék jelentkezni. Mondjuk elvileg azt hiszem, hogy kell egy bizonyos vagyon, valamennyi pénz ahhoz, hogy valaki ennek az egész rendszernek a tagja legyen, ami még korán sem jelenti azt, hogy ebben a rituális dolgokban Persze. ő benne lesz. Tehát ez is, ez is ilyen lépcsőzetes dolog, hogy valaki tud valamit, van, aki meg nagyon nem. Majd később szerintem erről is beszéljünk, erről a szabadköművességről, most így nem akartam mm -hmm. egyébként erre kitérni, csak. Hirtelen jött. Elcsábultál. El. Igen. Mondhatjuk így is. Igen. De hogy akkor ezek a 666 ok meg piramisok, amikről én is készítettem videót, hogy uh -huh. ott vannak a termékeken, ott vannak a videoklippekben, ott vannak a filmekben, és annak ellenére, hogy szinte minden filmben észrevehetünk egy ilyet, képesek az emberek ráfogni, hogy életlen. Így, így van. E, figyelj, hogyha hogy ez nagyon nehéz. Én most visszamegyek megint oda, hogy csak közben keresek néhány ilyen cég logót, majd megmutatom itt a videón, aki, aki, nézi esetleg majd ezt a videót, hogy, hogy értse, hogy miről van szó. Ezt akarom mondani, hogy, hogy ehhez, hogy valaki megértse, és ezt már mondtam, de most még egyszer elmondom. Hogy valaki meg akarja érteni a világot, ahhoz meg kell, hogy értse azt, hogy a, ami a Bibliában nem van írva, az az igazság. Különben minek szerepelne mondjuk a 666, vagy ezek a szimbólumok annyit mindenhol, hogyha az nem lenne igaz. Maga a 666 a Bibliából van. Engem egyébként nagyon sokan betámadtak most, hogy így elkezdték elég sűrűn megnézni a videómat, hogy már hogy a sátán száma az nem a 666 és akkor én kitértem rá, hogy jó, valamilyen szinten talán abban igaza van, mert azt írja a jelenések könyve is, hogy a Fenevad száma, uh -huh. és lehet, hogy nem ugyanaz a kettő, hogy ebbe is belekötöttek páran, és ebbe is valamilyen szinten igazat adok, hogy Lucifer és Sátán nem ugyanaz. Pedig így kevertem, kevertem benne a dolgokat, de szerintem egyébként a lényeg az, azért érthető volt uh -huh. ezzel kapcsolatban. Ja igen, hogy valaki azt írta, hogy 616 a Sátán száma. Igen, így, vagy így, ez... Azok, hogy Honnan van ez? Tehát a Biblia azt írja 666, akkor miből gondolja más, hogy az? Én nem, nem, nem értettem, hogy... Hogy... Hát, a, például az, az Apple cégnek a logója, az egy alma, ugye, amiben beleharaptak. Az az, az Eden kertből van. Persze, t, t, aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy nincs odaírva, hogy alma, de így az emberek fejében ez van. Szóval... Ez, Ez az... a berögzült, hogyha valakinek van. azt mondják, hogy büntetés, vagy így az... le, akkor okay. mindegy azt fogja mondani, hogy alma volt. Igen, igen. Szóval, miért választanál azt? Az első Apple komputer 666 dollárba kerül. Nézem utána bárki, aki csak akar. Hogy létezik az? Hogy ennyi jel van, ami mind-mind erre utal. Például most itt van az Alfa Romeo-nak a jele. Nem tudom, hogy felfigyelte rá más is, de. Én igen. Az Alfa romeo a jele az az a piros kereszt a fehér alapon, ami a... Rózsakeresztes, vagy lovagrend? A lovagrend, lovagrend, így van, a, a lovagrend, a másik pedig egy, egy kígyó, ami eszik meg egy embert, és a korona van a fején a kígyóra. A, De most itt van a Dodge cég, aminek a kos a jele, ugye a kos az reprezentálja Azazelt, a Bibliából, akire a engesztelés napján az Izrael bűneit rárakták és elengedték a pusztára, azt azzal meghívták azt a jelenséget ott. Szóval a, ott a, Toyota, a mindent látó szem. Vagy a szányos kerekek mindenhol. A, még a mávnak a magyar államvasútaknak egy szárnyas kerék a jelei, most ott ész, A Bentleynek egy szányos kerék. Ez egy, ez Egyiptomban már használtak a szányos kereket. Ez reprezentálja a napot, ami újjászületik minden nap, a Főnix új poraiból. De ez tele vagyunk ezzel, szóval hogy lehet az, a dolláron rajta van az a, az a, piramis. Én azt akarom mondani, hogy ezt nem lehet nem észrevenni. Erre nem lehet azt mondani, hogy ez véletlen. Képzelje mindenki azt, hogy egy gyilkosság ki Kikérdeznek ki egy gyilkossága kapcsolatban, és azt mondom, hogy figyelj, én, én véletlenül összeösszem ezzel az emberrel, aznapra megbeszéltem el egy találkozót, véletlenül ott voltam, véletlenül az én új lenyomotom van a gyilkos fegyveren, és véletlenül láttak abban az időpontban ott. Azt de mondjam, nem én öltem meg. De nem én öltem meg. Azt fogjuk mondani, hogy figyelj csak, hát lehet, hogy egy -e több véletlen van ebben az egészben, mint amire azt tudnánk mondani, hogy jól van, akkor keresünk tovább. Ez miért más? Ez, ez hogy, mi, mi az oka annak, hogy ez pont más? Mikor ez, ez vesz körül minket? Ezt, ezt nem lehet tagadni, hogy ez így van. Erről csináltam én is legutóbb videót. Pont ezeket, amiket mondasz, a Bentley, meg a máv, ezekkel szembesültem én is nemrég. Ja, lehet, hogy akkor. akkor most. Uh -huh. Mondjad csak. Nem, lehet, hogy ponton, de most ezt látom, ez van itt előttem. Vannak mm. alapvető dolgok, amikkel mindenkinek tisztában kellene lenni, és akkor mindenhol látná ezt. Azt mondják, hogy úgy van ez, mikor vesz valaki egy autót, mondjuk akármilyen autót is vesz, utána észreveszi azokat, azt a fajta autót az utcán, mert ugye az van neki, és akkor így meglátja, hogy vesz valaki egy piros Opel Astra-t, és akkor az, az évjáratot utána észrevesz, hogy ú, ott is van egy piros, mert utána az agya rááll, és akkor utána látja. Ez így van ezekkel a szimbólumokkal is, hogy amikor megtanulja az ember, utána már mindenhol látja. Azért mondják azt, hogy ó, te mindenhol ezt látod. Nem az, hogy én mindenhol ezt látom, hanem mindenhol ez van. Én csak észreveszem, te nem veszed észre, mert nem ismered a, a szimbólumot, de amikor, mikor látod, mikor megtanulod, akkor onnantól kezdve nem, nem lehet vitatni, hogy, hogy, hogy ez ott van. Úgyhogy ezért kéne mindenkinek megtanulni legalább ezeket, és akkor, akkor érteni, hogy, hogy ez valóban mindenhol ott van, és, és körülvesz minket ez a, ez a, ez a jelenség. Ezek a jelek Vagy mindenhol elrejtve. Vagy ha nem is feltétlenül 660, ugye de valami más szimbólum. Vannak alapvető jelek, alapvető amiket, aha, amiket meg kellene mindenkinek tanulni. És és igazából mondjuk három. Tehát úgy értem, hogy a jelentéssel együtt érdemes ezeket megtanulni, és akkor utána érteni mindenki, hogy miért. De a másik az, hogy miért vesz ez körül minket? Hogyha ha nincs hatása, rám, akkor minek rakják oda? Világos? Hogyha nincs hatása egy-egy szimbólumnak az emberre, akkor minek vesztegetik az idejüket, hogy, hogy egy dizájnt megcsináljanak olyanra, amilyen? Azért, mert van hatása az emberre. Ezt felfedezték már a kezdet kezdetén, hogy ebben úszunk. Ezekben a dolgokban. Ez vesz körül minket mindenhol? Nem lehet azt mondani, hogy O, ennek nincs jelentősége. Ezt látjuk, akárhova nézünk. Ezeket a jeleket. Mindenhol ez vesz minket körül. Akkor nem mondja nekem senki azt, hogy O, ennek nincs jelentősége, vagy ez nem számít. Most például pont a, a Paramount Pictures-nek a logója van itt, amit mindenki ismer. Ez a ez a hegy, és akkor a csillagok körülötte, és akkor ki van írva, hogy Paramount. A mozi, vagy a filmcég. Ezt gondolom tudod mely. Igen. Na, azok az a csillagok, amik ott vannak, az 22 csillag, a teljes klipben ugye a csillagok a víz fölött érkeznek, és akkor így körbe rakják azt a hegyet. Ez reprezentálja azt, amikor a, a bukott angyalok lejöttek a földre, és a Hermon hegyén ö, földet értek, és ott, onnan ö, talál, ott találkoztak az emberiséggel először. Ez az, ami, amire megemlékeznek nap, mint nap. A másik, a Columbia Pictures, az pedig a piramis tetején a fényhozó. Columbia, ami tulajdonképpen nem más, mint Lucifer a fényhozó, Lucifer pedig a lux szóból ered a latinul fény, és ez ott van minden egyes film elején, és mi ezt nézzük és ezen szórakozunk. És ez, ez nem, már kérdez, vagy hogyha van kérdés, akkor nyugodtan, mert a, különben én csak így belemerülök ebbe, de nem akarom. Az át, de csak hát, jut valami, akkor úgyis. is. nem. Nem, ezt mondom, hogy, hogy, ezeknek, sőt, itt van most egy könyv előttem, most ezt csak így véletlenül megtaláltam. A végtelen szimbólum, ugye az a fekvő nyolcas, a végtelen szimbólum ereje. Ezek, ezekben emberek hisznek, mert ezek működnek, ezek a dolgok. A spirituális világgal kapcsolatban lehet lépni ezeken, ezeknek a szimbólumoknak a segítségével, különben nem használnák őket. Szóval ne gondolja senki, hogy ha csak nem valaki annyira materiális, hogy azt gondolja, hogy semmi nem létezik azon kívül, amit meg tud enni, be meg tud hinni, akkor azt el kell fogadni, hogy, hogy valami oknál fogva ezeket használják ezek az emberek azért, mert ez működik. Az egy veszélyes ügy lett, hogy, hogy valaki ezeket fogyasztja naphosszat úgy, hogy nem is, nem is ismeri. Pont ez az, most eszembe is jutott, amit mondani akartam, hogy lényegében nekik az is elég, hogy használd ezeket, anélkül, hogy tudnád, hogy mit jelent. Ugye Itt van például a Google Chrome, nem tudom a logóját, azt úgy most látod-e? Itt nem volt, azzal az, kezdődik minden ilyen <laughs> minden a Google ilyen. Google Chrome néző. is 666 Aha. a színekből, tehát így úgy van meghajlítva. Akkor ott van például a Telenor, az a három, ez a kék levél, három levél az is, az is 666. Igen, az a három levél, de a, itt van most előttem a Gmail, a Gmail az a az a hogy, hogy mondjam, az, 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 az egy embetű egyrészt, másrészt meg az a, a szabadköműveseknek van az a kötőjük, amit oda tesznek a em, derekukra előre. Aha. Az reprezentálja a kötényt az édenkertből azért hordják azt ott többek közt, és ez az, az M betű, az pont úgy néz ki, mint a szabadkőműveseknek az a köténye, amit oda kötnek előre. Az Apple Store-nak a jele az például egy szabadkőműves körző. Ugyanúgy, ahogy az Android termék bold, online boltja szintén egy körző. És akkor most mondhatja valaki azt, hogy ó, én belemagyarázom, a Starbucks mellesleg egy szirén akinek egy pentagram vagy egy ötágú csillag van a, a, fején. Szóval... Szerintem nem belemagyarázott, ezek csak véletlenek. Igen, én tudom. Biztos benne, hogy véletlenek, de az a Vodafone-nak egy hatosa jele. Hát még hogy lehet egyértelműbb? Ráadásul Állás, ugyanaz, mint a Kuklux kláni. Pontosan ugyanaz, és ez a fehér körülötte, az meg az oroboros, ami a végtelennek a jele, ugye a kígyó, ami a saját farkába harap. Minden kör, ami nincs befejezve, az Oroborosz, az arról is csináltam én videót korábban, az, a, az is gyakorlatilag az élet körforgása testesíti meg, de az nem más, mint, mint a fényhozó vagy, vagy Lucifer alapvetően, és a bukott angyalok, akiknek akiket ez reprezentál, ez a dolog. De a, a végtelen van. A, a, a Toyota, vagy a, amit a keresztények használnak, az a hal, azt is látta biztos mindenki ez a. kocsikon. Aha, azt, azt például, azt az, az, az úgy hívják, hogy nem tudom, hogy hogy mondjak magyarul, de veszik a Pisces, a két egymást, egymásba fűződő körnek a meccete a női nemi szervet elképezi. A Washington emlékmű, hogyha valaki rákeres, a Washington emlékmű, ami egy obelisk, most az obelisk videóban benne is volt, az, a, nem tudom, hogy láttad-e, de, de a, a, az obelisk reprezentálja a férfit, Gondolom világos, hogy miért. Uh -huh. És az, most lehet, hogy ezen a képen, az egy, egy ebben a veszik a pisces ban áll. Két, szóval, érthető, amit mondok? Hogy ez, ez nem lehet azt mondani, hogy itt van, megmutatom a képen. Ezt nem lehet azt mondani, hogy ez véletlen, hogy, hogy a női nemiszervet reprezentáló szimbólumban áll, a férfi nemiszervet reprezentáló a szimbólum és ez szemben van a kapitóliummal, és az egész úgy van kialakítva, a, az amerikai, vagy Washington, meg az egész amerikai állam tulajdonképpen az építészete, hogy minden mindennel összefügg, hogyha, ha valaki utána néz. Ezek, ezek Igen, a... ez a másik egyébként, hogy nem csak a 660 60 ennyire, meg ezek a vallási szimbólumok vannak ennyire, hanem a szexualitás is elég tisztességesen nyomva van az emberek arcába. Abszolút. Hát a, a a, figyelj, a, a, problémánk nagy részért ez a túlzott szexualitás a felelős. A, az, a szexualitás, és az, különösen az erkös, ez a szabad szex, ami jellemző a mai társadalomra, az egy, az egy bűn. A, úgy értem, hogy nem, nem csak az, hogy egy bűn, hát ezt egy, egy értelmes embernek be kell látni, hogy az nem normális ami történik a világban. Nem lehet normális. De hogyha értenék az emberek, hogy, hogy mi az az állapot, amit elképzelt a teremtő számunkra, akkor, akkor szerintem lesokkolná őket, hogy mennyire messze vagyunk mi attól, amit ő és ahogy nekünk kéne élni. Nem élhet egy társadalom bűnben a végtelenségi következmények nélkül. Lehet, hogy hagyja, hogy éljünk egy ideig, de mindenért fizetni kell egyszer. És amikor, amikor fizetni kell érte, akkor van a birodalmaknak a bukása a történelem során. Minden birodalom eljutott oda, ahol mi vagyunk most. A dekadencia volt mindig az, ez az erkölcsi pertő volt mindig is az, ami a vesztét jelezte egy birodalomnak. Mikor eljutott egy-egy birodalom olyan szintre, hogy már semmi nem számított. De ezt tudja szerintem mindenki történelme, hogy a rómaiak is itt végezték, meg a görögök is itt végezték, mikor már mindent lehetett. De lehet, hogy ilyen primitív szintre, ahol mi vagyunk, nem jutott el egyik se talán. Bár nem olyan benne biztos. Az, hogy, hogy ez történjen az utcákon, ami ma, meg így viselkedjünk, mint ahogy, ahogy viselkedünk, ez szerintem példátlan a történelem során. Úgyhogy az egész világ ráadásul. hitetve, hogy ez a normális. Sőt, el lett hitetve, hogy nem csak, hogy ez a normális, hanem ez szabadság, és ez jó. Gyakorlatilag ha te azt mondsz, hogy nem, akkor, akkor te egy bigot vagy, vagy akkor te maradi vagy, vagy te a középkorban élsz, vagy te nem szereted az embertársaidat csak azért, mert én nem vonulok messzenül az utcán, vagy nem fogadom el azt, hogy, 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 emberek mindenkivel, mindenhol, bárhogy, akármennyivel, állatokkal, robotokkal, ilyen szinten nem tudom, hogy volt-e. Gondolom, Babilon eljutott idáig, hogy, hogy de... Sodoma is gomorra. Vagy Sodoma is gomorra. Csak azt akarom mondani, hogy mikor azt kérdezted, hogy mennyi idő lehet még a végéig, ez, ez, ez mindenkinek figyelmeztető jel kéne, hogy legyen, hogy, hogy Ennél tovább hova? Úgy értem, hogy Igen. még mit csinálhatnánk ennél? Biztos lesz még, mert én el tudom képzelni, hogy messze nem fognak az emberek az utcán járni, vagy, vagy mondjuk a szex elfogadott lesz mindenhol, de, de de az már nincs messze annyira, hogy most azt mondjuk, hogy jó, még száz év múlva, és ez, ez a száz év múlva még így, ha, ha így ezen a pályán mozgunk száz évig, hát akkor hova jutnánk el akkor, nem? Mi lenne akkor? Most gondolj már bele, hogy Oh. Le tudom képzelni az éneket, most ez elég morbid lesz hogy Swinger klub, és akkor ilyen családi kedvezmények. Hát én mondjuk az elit ezt csinálja, de. Hát, ja. De persze, vagy vagy figyelj, van, van ilyen állat szex, vagy hogy nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, de olyan hotelek hát, vannak. Mert... Az animára gondolsz? nem tudom, bestiality angolul, szóval így, így ilyen állatokkal. Aha. Aha. Azt hiszem, Németországban van ilyen hotel, Dániában és Kanadában is. Én már hallottam, ahol erre vannak specializálva. Nehogy azt gondolja valaki, hogy hogy a, hogy a teremtő ezt el fogja nézni a végtelenségig, amíg mi gyakorlatilag primitívebbek vagyunk, mint az állatok. Pont ez az, hogy elvileg, ha jól emlékszem, akkor ki is jelenti az eljövetelét hogy amikor az emberi erkölcstelenség már olyan szintre süllyed, Mint a idejében. Igen, arról beszél. Nem fogja, nem, nem fogja már elviselni, akkor fog újra visszatérni. És ha ehhez hozzáadod a robotokat, úgy értem, hogy, hogy már most a robot... Jó, én megértem, mert egy robotot meg lehet csinálni olyan, mint egy ember, és így, így az ember úgy van vele, hogy végülis hát az úgy néz ki, mint egy ember. De azért végig csak érdemes belegondolni az egészben, nem? Hogy mi is az, amiről, amiről szó Hogy hova, fogunk, hova fog ez az egész el, elfajulni. Sőt... Mind az emberi perverzió istenítése. Hát meg... meg és az a bizarr számomra, hogy, hogy ez így elterjed az egész világon, mint egy, mint egy fertő. Most így a képeket nézegetve itt látom a ez a Pride, ami Budapesten is van, ez a melegfelvonulás, itt van ez Jubiana, ez valami, nem tudom Jubiana hol van, de ez valami elnézés, de valami ország körülöttünk, valami kicsi ezek közül a szláv országok közül. Banglades, Izrael, világos, Kanada, Dél-Amerikában, itt Tel Aviv van, Szófiában, Bulgáriában, Nepában, ez itt van most, csak így ezeket dobálja ki. Vancouver, New York. Az egész világ meg van fertőződve ezzel a, ezzel az aberrációval. És én nem azt mondom, hogy ezek az emberek rosszak, vagy, vagy írjuk ki őket, vagy, de most Új-Zélandot látom itt, vagy Lisszabont. Én csak azt mondom, hogy ez egy aberráció, és ez büntetést van maga után, és ezzel mindenkinek számolni kell. Nem csak azzal, aki ezt csinálja, hanem azzal is, aki ezzel egyetért. Úgyhogy mindenkinek, minden, én, 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 ez, ez, egy komoly dolog, ez az egész élet. Ez nem csak az, hogy jaj, majd a végén ott együtt fogok úszni a nagy mindenséggel, és akkor mindenki ott lesz majd boldogan. Majd, majd mindenki rá fog csodálkozni, hogy ez nem így van. Minden nem jó, és mindent nem szabad elfogadni, és minden, amit a világ hirdet, az minden rossz. Mert csak ha már a szimbólumoknál tartunk, akkor a Pride, ennek az egész melegfelvonulásnak ugye a, a szivárvány a szimbóluma. azzal a különbséggel, hogy ez egy hat szimból álló szivárvány, nem hét szimból álló szivárvány, és a szivárvány reprezentálja azt a szövetséget, amit a Teremtő Noával kötött. A másik az, hogy a büszkeség az egy bűn a Bibliában, ugyanúgy, ahogy minden, amit képvisel ez a Pride. Az LMBTQ, vagy nem tudom mi ez, az az összes. Úgyhogy adja össze ezt mindenki, és akkor magyarázza meg nekem, hogy hogy lehet az, hogy a Biblia egy hazugság, ennek ellenére arra épül mindaz, amit reprezentál ez a Pride. Hogyha az egy hazugság, akkor minek használják azt a, azt a jelképet, azt a szimbólumot, akkor miért büszkeségnek hívják, és miért re reklámozzák azt, amit, amit az írások egyértelműen aberrációnak és bűnnek mondanak? Hogyha az egy hazugság. Annyi gúnyt és, és ö, megaláztatást nem kell elviselni egyetlen vallási irányzatnak sem, mint azoknak, akik a Bibliát követik. S Sose gúnyolnak buddhistákat, vagy hindukat, vagy az iszlámot hogy a zsidókat nem soha sehol. Mindenhol arról van szó, hogy a Biblia az egy, az egy mesekönyv, az összes filmben az arról van szó, azok a szimbólumok kerülnek elő, amik a, a, Bibliában vannak, annak ellenére, hogy az mindenki azt mondja, hogy az egy mese. Na mindegy, ezt most így, ez csak így előjött. Elnézést, <laughs> tudja. mi az, az jó egyébként, hogy jól elmondtad. Az, hogy az, hogy normális se tették azt, ami a Bibliában nem normális, és elhitették azt, hogy ami a Bibliában van, és normális, az mm. nem normális, vagy most így belezavarodtam. Na, kezdjük előre. Szóval, az, hogy amit elhitettek a Bibliával kapcsolatban, hogy amit arról ír, hogy normális, Aha. az nem létezik, azt Aha. nem kell követni, de az, ami abba, az van benne, hogy nem normális, uh -huh. az konkrétan minden ember csinálja. Persze. Annak ellenére, hogy nem hisznek benne. Hát olyannyira, hogy ez ne is legyen meglepő számodra, mert az Ézsaiás 29-es fejezetben leírja, hogy jaj, azoknak, akik a jót rossznak mondják, és a rossz jónak. Úgyhogy ezért van nekünk jaj. Az, az, ellenség tudja, hogy, hogy meg fogom keresni most ezt az idézetet mindjárt, de az ellenség tisztában van azzal, hogy mi az, ami le van írva az írásokban, és azt is tudja, hogy a teremtő haragját vívjuk ki. Szóval Szóval gyakorlatilag kiprovokálja általunk a büntetést. Mi pedig megérdemeljük, hiszen, hiszen megyünk ezzel, a, ezzel az egészszel önszántunkba. Világos. Rá vesz minket az ellenség arra, hogy ezt az életformát kövessük. A teremtő pedig hagyja ezt azért, mert ez van a szívünkben. Ez egy alapvetően gonosz világ, az, az emberiség úgy értem. Szóval azt kapjuk, amit, amit megérdemlünk. És az ellenség ezt, ezt használja ki, erre, erre vesz rá minket. Most még itt kíváncsiságban rákerestem a 666 ra itt a. Pár éve, vagy talán még egy évese volt az a mánia, meg emlékszem, hogy nekem is volt ez a Fidget Spinner. Uh -huh. Az Ez is három ágú. Így van. egy képet, hogy 666. Jó, most az ilyenekbe, jó, oké, okay, azt mondom, hogy ilyenekbe még beszéljük bele. Hát figyelj. Bele lehet beszélni, de azért nem mindenre lehet azt mondani. Most a Monstert nézzük, például elő videót is csináltam, hogy a Héber, jól mondom, Héber numerológia? Hát az egy, az egy karakter a Vav, az a Héber ABC-ek a, a, hatodik karakter a Vav. Aha. Uh -huh. De, úgy van, hogy mondod. Így van. Mellesleg... Itt van a, Igen. Itt van a Ogy... burn is, ami tüzet jelent. Így van, a hell. Hell, a, a pokol. A, a, van a bomba, van a, a, a gránát, bomba. vagy nem is tudom mi van még. Van az a gránát formájú. Meg hát ugye a kígyók, a vipera, a kobra, ezekből is rengeteg van. Persze, de ez erről szó. a Egyébként, te, bocsánat, de... E, és Ézsályás ötös fejezet az, ami azt mondja, hogy jaj, azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosztak, és akik a sötétséget világossággá, és a világosságot, világosságot sötétségét teszik, és teszik a keserű édesé, és az édes keserűvé. Ez az, amit mi csinálunk most. A feje tetejére állítjuk azt, ami le van írva, és ez hosszú távon nem fog működni. És ennek látjuk a végnapét, az utolsó időket, amikor olyan szintre süllyedtünk, hogy gyerek szépségverseny van, de nem csak, hogy gyerek szépségverseny van, hanem ilyen transzeszita szépségverseny. Plusz az iskolában azt tanítják, hogy az egy normális életforma. Gyerekek, a, a, gyerekek. Hát erről lesz szó egyébként kedden az élőben az infobabot csatornán, hogy hol tartunk ez ügyben, de annyit elárulok, hogy az mennyire aberrál dolog, hogy gyerek szépségverseny van, és kisminkelnek kellnek gyerekeket és lányokat, is felöltöztetik őket felnőttne. Vagy hogy de lenne gyerek transzösszi? Tehát ez törvény Amerikában, Angliában, Franciaországban, hogy a gyerek eldöntheti, hogy milyen nemű, és elkezdheti a tranzíciót, vagyis nem tudom, hogy hogy hívják ezt az átmeneti kezeléseket, amikor ő jónak látja. Ja, a, és konkrétan a TB fizeti. A, így van. A társadalombiztosítás keretein belül és a szülő nem szólhat bele, ugyanis ez a gyerek jólétét veszélyezteti. Szóval, ha egy öt éves gyerek hazamegy, és azt mondja a kisrány, hogy ő egy fiú, akkor őt gyakorlatilag a társadalombiztosítás keretein belül azonnal megkezdheti a, a hormonkezelést és az átalakulását a lány fiúba. Anélkül, hogy a szülő megakadályozhatná ezt, ugyanis a gyereknek a, a jólétét ez, ez fenyegeti. Szóval azt akarja nekem mondani valaki, hogy ez hosszú ideig lehet ezt az egészet. Hát fel fog növekedni egy nemzedék, sőt már növekszik fel, akinek nem lesz koncepciója úgy, hogy férfi vagy nő. És ezt, ezt nagyban köszönhetjük a technológiának. Szóval az milyen világ lesz, ahol egy gyerek eldöntheti, hogy milyen nemű. Ez mi? Ez, ez egy nagyon-nagyon ez durva szituáció, ahol, ahol mi ahol mi tartunk most, de... Lesz ez még így sem, szokták mondani. Hát ez még ennél durvább lesz, de most én néhány képet találtam itt a, a transznemű gyerekekről, most ezeket nézgetem, ez Ezek egy gyakorlatilag fiúk, akik lányokként élnek, vagy lányok, akik fiúkként élnek, és a National Geographic erről ezzel foglalkozott, hogy hogy és tudom, mi volt a címe, de azt hiszem, hogy az új, új gender, vagy egy gender forradalom talán az volt, a nem, úgy, mint hogy a nem, nem forradalom, hogy mindenki az, az olyan nemű, ami akar, két nemű, két lélek, amit akarsz, annak hívod magad. Úgyhogy programozna. Mindenkit programozna. Aki aki gyanútlanul figyeli a médiát, aki nem tudja ezeket a, a jeleket, vagy szimbólumokat, aki nem ismeri a hátterét a világnak, az csak sétál bele ebbe a, ebbe a csapdába, és, és egy idő után azon fogja kapni magát, hogy új gondolkodik, mint a világ. És aki úgy gondolkodik, mint a világ, az ö, része a világnak. Az pedig nem jó. Hát semmiféleképpen sem. Uh -huh. Na még ebből a szimbólumok témából én a naposzlopot emelném ki, mert ebből egy, egy igét tudok, illetve csak így elkezdeni tudom, amikor van róla, hogy ledöntöm a naposzlopodat, vagy naposzlopaitokat. Uh -huh. Uh -huh. Ugye megpróbálom megkeresni, hogy mi az, ami... És hogy maga az a naposzlop, ez a szabadkönyv, mit jelképez? Ugye megnézem. Ez, ez is nagyon rengeteg helyen megtalálható. Így van. A, 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 nap reprezentál, ugye az égitestek imádata az egyidős az emberiséggel, és mi is ugyanezt csináljuk. ugye hogy a, mondjuk a magyar társadalom az egy pogány társadalomnak minősül, aki a, most én tudom, hogy ez fájó a legtöbb embernek, a szkítáknak, meg ezeknek, a, akik Nimrod leszármazottjának tartják magukat, meg ezeknek az embereknek. De a, hát, a lény... Jézus magyar volt. Ja, meg a Pártus volt Jézus, meg Mária, meg ezek. De a lényeg az, hogy hogy ez egy sem, egyik dolog sem igaz. Sőt, a bizarr az egészben az, hogy ha valaki azt mondja, hogy Nimrod leszármazottai vagyunk, akkor azok nem lehetünk. Oké, Nimrod egy másik embercsaládnak ember családnak a, a, leszármazottja. Most ebben nem akarok belemenni itt, mert így nem akarom annyira ide vonni bele a Bibliát, de három embertől származik az emberiség, ez sem, ám és Jafet és a magyarok, vagyis az a úgymond európaiak, illetve aki fehér színű nagyjából, vagy aki annak kategorizálható, az jáfet leszármazottja, míg Nimrod Kám leszármazottja, akik az afrikaiak. Szóval mi nem lehetünk Nimrod leszármazottai. Teljesen mindegy, hogy mennyi rega az aranyszarvasról, vagy miről, olvassa az ember, meg Menhért, meg mit tudom én ki, Nimrod fia. Ez, 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 egy abszurdum az írások alapján. Ez csak, csak bizonyítja azt, hogy mennyire megvan az emberiség vezetve, és mennyire ostoba szinten vagyunk. De visszatérve a naposzlopra, a, mi a napot imádjuk, és ha tetszik, hanem ez így van, a karácsony például ennek az egyik legnagyszerűbb bizonyítéka, az a téli napforduló ünnepe volt évezeteken keresztül, Szaturnáliának hívták a római birodalomban, és gyakorlatilag azt az időszakot ünnepelte, amikor, amikor a nap úgymond újjász ületik, hiszen ez a leghosszabb ö, éjszaka, és ami december 21 nagyjában, és ez amikor újjászületik a nap, hiszen a leghosszabb éjszaka után elkezd hosszabbodni a nappa, ezt úgy veszik, hogy újjászületik a nap. Hogyha valaki után néz a Szaturnáriának, Szaturnária az egy 10 napos vagy 12 napos, gyakorlatilag fesztivál volt, de egyébként orgia a Római Birodalomban, amikor a törvényeket sem tartották fenn. Gyakorlatilag az volt, mint ami a ez a, nem tudom mi a címe, de a Purge angolul az a film, van már egy három része, amikor felfüggesztik a törvényeket Amerikában, és mindent lehet. Nem ismerem. Mindegy. Ez a Saturnália fesztivál ez, amikor az emberek részegen mesztelenül ő, orgiába vettek részt az egész római birodalomban. Ez az, amit ma karácsonynak ünneplünk. De ez csak egy, a, a, fő, a turulmadár reprezentálja a főnixet, ami az újjászülető nap ugye a nap újjászületik minden nap, hiszen eltűnik aztán a poraiból újjászületik, ezt reprezentálja a főnix, a turulmadár ugyanez. Úgyhogy ha az emberek értenék, hogy hogy működik a világ, akkor nem menetelnének, masíroznának bele ebbe az egészbe így tudatlanságukban, de mivel nem tudják, ezért, ezért ez a helyzet. Ez a gyerekek számára eléggé megrázó téma lehet a karácsony. Nem csak ez, ez miatt, nem csak a nap miatt, de ugye a fenyőfa is nagyon sok utalás, nagyon sok rejtett utalást akar, vagy az sem véletlenül fenyőfa, meg az sem véletlenül diszidgetjük. Ennek is nagyon sok perverziója van egyébként, amiről hallottam. Hát maga, a fenyőfa az de a naposzlopról, persze én most megnéztem itt most, a, hogy mit ír a Biblia a naposzlopról, de ez egy figyelj, a naposzlop volt már Izrael korai időszakában. Szóval, úgy értem, hogy ezek a dolgok egyidősek a történelemben. A zöld fa, a zöld fa és annak a annak az imádata, ez, ez egy útálatosság az írásokban. Erről áldozék és tömjén ez a magaslatokon is, és a halmokon is minden zöld fa alatt ezért kapta a büntetést Izrael, ez második krónika 28.4. A zöld fa alatt. Hát hogy lehet ezt nem érteni? És keresztények ezt ünneplik. Mikor egyértelműen le van írva, hogy, hogy, hogy ez egy utálatosság is, és, és folyamatosan, amikor a zöld fa alatti áldozatról van szó, az mindig probléma. Mi ezt csináljuk karácsonykor a zöld fák alatt áldozunk, már aki ezt, ezt folytatja ezt a tradíciót keresztényként, és azt mondja, hogy ez Jézus születésnapja. Mikor ez meg van tiltva az írásokban. Hogy ilyet az ember nem, csinál. Nem csak az, hogy ekkor van, mert ugye először, legelőször én azzal találkoztam, hogy persze a karácsony ez egy jó dolog, de nem december 24-én van, nem akkor született Jézus. Aztán utólag kiderült, hogy soha nem is kérte, hogy ünnepeljék meg a születésnapját. Persze, hogy nem, meg nem is születhetett december 24-én, december 24-e a Saturnália volt mindig is az ünnepe, és ez a napot hivatott ünnepelni. Valószínűleg szeptemberben született egyébként a sátok ünnepe körül, de, de és nem mindegy, elkalandoztunk, de ha a szimbólumokról van szó, a karácsonyfa reprezentálja a piramist, a háromszöget, mert ugye olyan alakja van a tetején, rajta van a csúsdísz, ami egy csillag általában, vagy egy angyal, ami Lucifer feldíszítik azokkal a díszekkel, amik körbefutnak, az aranykígyó, meg az ezüst kígyó, meg azok a függők, meg a mit tudom én mi. Én erről is csináltam egy videót, nem is tudom mi a címe, karácsony, a harmadik rész, amiben a katolikus lexikonból kiolvasom, hogy mi mit jelent. Ők elmondják, hogy ennek semmi köze nincsen, semmihez tulajdonképpen. Ez egy emberi tradíció. És azt csináljuk, ami meg van tiltva. Egyébként a naposzloppal kapcsolatos igét azt M melyiket találtad meg? Te is ezt az ezékielest? Mindjárt megnézem. Ez a 6 és 6-6, de egyébként második krónika 34.7 is ír róla. Azt írja, hogy lehányatá azért az oltárokat, az aserákat és a báványokat összetördelé, mind porrá, és minden naposzlopot elpusztított Izrael egész földén, és azután visszatért Jeruzsálembe. Ez az asera, ez azok a ligetek, ahol áldoztak régen az emberek, ez ma is nagy divat, a kastélyok körül azok a ligetek, a báványok az ismerős mindenkinek, meg a naposzlop, de van Ézsaiás 27-es fejezetben is egy a 9 es versben, és ö, ott szintén ö, erről ír. Ha gondolod, felolvasom, de nem akarom hogy nyugodtan. Ezért így tisztítatik el Jákob hamissága, és éppen ez a gyümölcse bűne elvételének, hogy olyanná teszi az oltárnak minden kövét, minők a széttört mézkövek, és nem kell, kellnek fel többé a berkek és naposzlopok. Szóval, ez, ezek, és ez 2500, 3000 évvel ezelőtt volt, 2500 legalább. Ez már, ez már akkor is így működött sajnos. Csak, csak az ember nem hajlandó Túlságosan kényelmes az élet ahhoz, szerintem, hogy változzon, változzon az ember. Mert ehhez szokott mindenki hozza küldetését. Így van, így van. De meg, meg van, van, van sok más, nehéz is változni, azért valljuk be. Hm? De olyan, mint, mint egy a például, most nem sokára fogok én is hogy mikor valaki hús teszik, és utána azt mondja egész életében, és akkor egyszer csak azt mondják neki, hogy holnaptól csak zöldség, akkor nem biztos, hogy bírni fogja. De ha egész életében zöldséget teszik, akkor nem lenne ezzel problémája. Hogy ne, ez az átmeneti időszak, az fájdalmas. Így van. Ez, ez, ez teljes mértékben ben, így van. Az átmeneti időszak fájdalmas, de de a gyógyszert be kell venni, ha meg akar gyógyulni az ember. A gyó meg az orvoshoz el kell menni sajnos, mint a fogorvos. Azt nem lehet elkerülni. Oda sajnos el kell menni ahhoz, hogy, hogy, hogy meggyógyuljon az ember. De utána jó. Csak akkor euh, fájdalmas.